Jó estét kívánok, a Pannon Televízió híradóját látják. Április 25-e van Márk névnapja. Ma van Szent Márk Velence védőszentjének ünnepe. 940 éve e napon hunyt el első Géza magyar király, illetve ma 77 éves Al Pacino, amerikai színész, producer, rendező. Most nézzük a legfontosabb híreket, először csak címszavakban. Az illetékesek is megerősítették, 6 lakás építését tervezik migráns családoknak Szabadkán. A szerb miniszterelnök tartós gazdasági növekedést ígért 2017-re. A ludasiak újra felépítik a felgyújtott Szalmabábúta faluban. Mindjárt itt a majális, az időjárás azonban nem biztos, hogy kegyes lesz. Ahogy arról már tegnapi híradásainkban beszámoltunk, a Szabadkai Gerontológiai Központ március 27-e utcai épületkomplexumában hamarosan 6, egyenként 44 négyzetméter alapterületű lakás építését tervezik. Ezekben az elképzelések szerint olyan migráns családok lennének elszállásolva, akik Szerbiában nyújtották be menedékkérelmüket. A hírt megkeresésünkre Nenad Ivanišević is megerősítette. A szerbiai szociálpolitikai államtitkár az intézmény egykori igazgatója elmondta, hogy a 650 ezer eurós beruházást teljes egészében a norvég kormány finanszírozza. Se ovo ne odnosi na migrante koji naši građani viđaju u okolini Pionira, u okolini Ciglane, u prihvatnom centru, nego se odnosi isključivo na lica koja uđu i zatraže azil i uđu u azilnu proceduru u Srbiji, a takvih je u ovom momentu skoro ni jedan. Sve troškove će da finansira vlada Norveške. Znači nema, niti grad Subotica ima ikakve veze sa tim, niti gerontološki centar, niti budžet Republike Srbije. Dakle, svi troškovi su predviđeni da budu podmireni iz norveških sredstava i sredstva su već obezbeđena. Nagy Kikinda közelében újabb migránsok befogadására alkalmas központ nyílt. A létesítmény 250 bevándorló befogadására alkalmas. A központ kiépítése 250 ezer dollárba került, amelyet a Katolikus Segélyszolgálat, valamint az Anna és Vlad Divac Alapítvány finanszírozott. A migránsok befogadására létrehozott központra azért volt szükség, mert az elmúlt időszakban Észak-Bánátba is egyre több bevándorló érkezik. Megkezdte munkáját a jogi határzár valamennyi összefüggését vizsgáló bizottság, amelyről az Európai Bizottság, valamint a magyar belügyminiszter és igazságügyi miniszter állapodott meg. Erről Bakondi György, a magyar miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt az M1 aktuális csatornán kedden. Bakondi György hangsúlyozta, a tranzitzónában nincs szó őrizetbevételről, oda azok léphetnek be, akik jogszerűen menedékjogot szeretnének kérni Magyarországon. A főtanácsadó a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában is beszélt az illegális migrációról. Azt mondta, nincs számottevő növekedés az illegális bevándorlók számában, de Magyarország minden biztonsági intézkedést megtesz ebben az értékelése szerint csendesebb időszakban is. Tartós gazdasági növekedés várható Szerbiában az idei évben, jelentette ki ma Alekszandar Vučić szerb miniszterelnök a felújított Vinarce-Gyorgyevo vasúti pálya átadóján Leskovácon. Hozzátette, a szerb gazdaság áprilisban is többlet növekedést mutatott, ennek köszönhetően nem csak az állami dolgozók bére emelkedhet az év végéig. Predviđanja za drugu polovinu godine pokušat ćemo da iznenadimo sve, da uz vraćanje svih obaveza od ranije ovu celu godinu završimo u plusu. A to znači, dragi prijatelji, pre kraja godine povećanje plata u javnom sektoru, povećanje penzija, to znači, dragi prijatelji, povećanje minimalne zarade i za vas koji radite u privatnom sektoru. Másfél átlagbér a fogyasztói kosár, vagyis egy család szűkre szabott fogyasztói kosarának megtöltésére sem elegendő, figyelmeztetett Jubiszáv Orbovitja, az önálló szakszervezetek szerbiai szervezetének elnöke a tegnap megtartott belgrádi tanácskozáson, mely a nagyobb béreket és kisebb egyenlőtlenséget címet viselte. Igaz és vigasztaló, hogy a szerbiai vállalatokban, cégekben a megvalósított haszon hónapról hónapra magasabb, viszont elszomorító, hogy a munkavállalók bére
még mindig sértően és megalázóan alacsony, és emiatt egyre több fiatal menekül külföldre, mondta. A Függetlenség Ágazati Szakszervezetek Egyesületének elnöke szerint napjainkban már a politikai akarat és a szakszervezetek egyetértése is megvan ahhoz, hogy az idén növekedhessenek a bérek, ehhez viszont fontos lenne útját állni a párthovatartozás szerinti foglalkoztatásnak és a korrupciónak. Az idei év első három hónapjában a szerbiai villanygazdaság 42 millió euró értékben importált áramot, írja a Politika. A közvállalata legtöbb elektromos energiát januárban vásárolta, 541 millió kilovattórát, amelyre 29 millió eurót költött. A lap azt írja, hogy az év első két hónapjára vonatkozó hivatalos statisztikai adatok szerint majd 10%-kal csökkent az áramtermelés. Az EPSZ az első negyed évben átlagosan 46,64 eurót fizetett megavatóránként a beszállított áramért. A vállalat azt állítja, hogy a szén és az elektromos energiatermelése stabil, és a tervek szerint halad. Csalódott és zaklatott vagyok az egyes balkáni vezetők kijelentései miatt, nyilatkozta Johannes Hahn. Az Európai Unió szomszédságpolitikai és bővítési biztosa ezzel többek között Edi Rama kijelentését minősítette, ugyanis az albán miniszterelnök a napokban arról beszélt, hogy nem tartja kizártnak azt, hogy egy napon Albánia és Koszovó egyesüljön. Készfogással köszöntötte egymást Brüsszelben Ivica Dacic szerb külügyminiszter és Johannes Hahn uniós szomszédságpolitikai és bővítési biztos. A két politikus egyebek mellett a Balkánon uralkodó aktuális politikai helyzetről egyeztetett. If somebody believes that such kind of statement might put pressure on us, it would be a big mistake, because this can easily backfire to the sender of such a message, and one should be aware the Europeans have a strong interest to have peace, stability, prosperity in the region. This can only be achieved via good neighborly relations if everybody works together, is contributing to the further development of the region. In principle, this has been shown in the meeting of the prime ministers in Sarajevo. This should guide everybody, so to say, every day. A Belgrád és Pristina közötti dialógus február óta szünetel. További olaj a tűzre Edi Rama napokban tett kijelentése. Az albán miniszterelnök arról beszélt, hogy nem tartja kizártnak azt, hogy Albánia és Koszovó egyesüljön, amennyiben a Balkán országainak uniós csatlakozása továbbra is halvány eredményeket mutat. Ivica Dacic szerint ez a viselkedés nem vezet előre. Szerbia reaguje na ove stvari umereno, ne zato što se plaši ili što je slaba, nego jednostavno zato što želimo da tražimo zajedničke interese. To nije terminologija koju treba da koristimo, to nisu ideje kojima treba da se rukovodimo, jer i Srbija može, političari iz Srbije mogu da koriste slične stvari. I mi možemo da govorimo o tome da svi Srbi treba da budu u jednoj državi, da se to odnosi i na Republiku Srpsku i na Srbe u Hrvatskoj i Srbe u Crnoj Gori kojih ima trećina, ali to bi nas odvelo, ne bi nas vodilo ovim putem napred, nego bi nas vodilo u prošlost. Ivica Dacic bízik benne, hogy a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd hamarosan folytatódik. Ennek egyik fő célja a szerb községek közösségének mihamarabbi megalakulása, tette hozzá Dacic. Johannes Hahn és Ivica Dacic találkozóját követően Hashim Thaçi a közösségi médiában éles kritikával illette az EU szomszédságpolitikai és bővítési biztosát. Az uniós biztos ezen kijelentései sajnálatosan azt jelentik, hogy az Európai Uniónak nincs víziója Koszovó uniós jövőjét illetően, olvasható a koszovói elnök közösségi oldalán. Országunk lakosainak diszkriminációja többet mond azoktól a monoton nyilatkozatoktól, amit az uniós biztosok a 2000-es évek elejétől ismételnek. Nincs sem kicsi, sem nagy Albánia. Létezik Albánia, és létezik Koszovó. Itt lenne az ideje, hogy az Európai Unió független és szuverén államként kezeljen minket, írta Hashim Thaçi Facebook profilján.
Szerbiai állami vezetőkkel tárgyalt Belgrádban Sven Mikser észt külügyminiszter. A balti állam az év második felében lesz az Európai Unió elnöklője. Észtország továbbra is támogatja majd Szerbia felzárkózását, hangsúlyozta a diplomata. Az uniós tagság hasznos minden ország polgára számára, valamint a befektetések serkentése, meg a kereskedelmi csere szempontjából. Szerbia euróintegrációja pedig a régió stabilitása miatt fontos, emelte ki Mikser. Alekszandar Vučić szerb miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Belgrád számára prioritást jelent az uniós csatlakozás, valamint a Nyugat-Balkán stabilitása. Mikser véleményt cserélt Tomislav Nikolić államfővel és Ivica Dačić külügyminiszterrel is. Mától kezdik kifizetni az áprilisi diákhitelt és az ösztöndíjat Szerbiában, közölte az Oktatási Minisztérium. A diákhitel és az ösztöndíj összege 5400 dinár havonta. Az Oktatási Minisztérium erre a célra összesen csaknem 66 millió dinárt különített el. Elkezdődött a beiratkozási időszak a szerbiai egyetemeken. Jó hír a leendő gólyáknak, hogy több intézményben is új szakokkal bővül a kínálat és növekszik a felvételi kvóta. Rossz hír viszont, hogy magasabbak lesznek a tandíjak. Idén átlagosan 50 és 240 ezer dinár között mozognak az összegek. Az Újvidéki Egyetem magyar tannyelvű tanítóképző karán is folyamatban vannak a felvételihez és a beiratkozáshoz köthető tevékenységek. Itt a tandíja 2017-18-as tanévben nem változik. Továbbra is 50 ezer dinárt kell fizetniük az önköltségen tanulóknak. Az első évfolyamra iratkozók száma is maradt, 25 plusz 10 hallgatót vesznek fel a tanítói szakra, valamint 15 plusz 5 hallgatót az óvópedagógus szakra. Emellett egy új szakirányra is várják a jelentkezőket. Elindul most októbertől ez az úgynevezett PPM képzés, erre viszont megkaptuk a zöld fényt. Ez a PPM képzés, ez a pedagógiai pszichológiai módszertani képzés azoknak az embereknek, akik középiskolába vagy általános iskolába dolgoznak, tantárgyakat oktatnak, de nincsen pedagógiai pszichológiai módszertani előképesítésük, és akkor ezeknek az embereknek készítettünk egy csomagot 36 kreditpontba, hogy mégis valamiféleképpen megfeleljenek a törvénynek, hogy legyen ez a 36 pontos képzésük, illetve hogy valamiféleképpen az oktatás minőségük is javuljon. A felgyújtott Ludas Matyi szalmabábút a ludasiak minél előbb újra fel szeretnék építeni. A vandalizmus mindenkit megdöbbentett. Az új bábú nem sokára elkészül és a helyére kerül. A gyerekek hétfőn iskolába indulva már szüleiktől értesültek arról, hogy mi történt a szalmabábúval. Anyukám nézte az újságban, és akkor úgy. A diákok nagyon sajnálták a felégetett bábút, hiszen nekik is sok munkájuk volt benne. Nagyon sajnáltam, mert ezt kiegészítette a falunkat, úgymond jelképe volt. A bábú felépítésében több helyi lakos is segített. Apukám segített mindegyik részében segített. A gyerekek már elkezdték tervezgetni, hogy milyen legyen az új bábú. A lányokkal már nagyon sokat ötleteltünk, de még nem nagyon jutottunk ötletre. A készítésben részt vesz a helyi közösség, illetve a természetvédők is. Már az előkészületek folynak, tegnap, amint elkezdtünk dolgozni, már az eltakarítás megkezdődött, már hoztak másik bálákat, úgyhogy most azon gondolkodunk, hogy hogyan is tovább, mi legyen a bábú sorsa, milyen jelmezbe mi beöltöztessük, úgyhogy folyamatban vannak az előkészületek. Az iskola előtt a húsvéti nyuszi mellől egyelőre hiányzik a Ludas Matyi bábú. Az illetékesek szerint már nem árválkodik sokáig egyedül. A leégett bábú helyére már megérkeztek az új szalmabálák. A helyiek minél előbb szeretnék újraépíteni a falu szimbólumát, a szalmából készült Ludas Matyit. A díszítés a helyi iskola és óvoda tanulóinak feladata lesz, akiknek már számtalan ötlete van arra, hogy hogyan is nézzen ki az új bábú. A helyiek még mindig csak találgatnak azzal kapcsolatban, hogy ki követte el a gyújtogatást. A felelőtlenség könnyedén tragédiát is okozhatott volna, hiszen ha a tűz tovább terjed, akár a közelben lévő iskola is lángra kaphatott volna. A ludasiak szerint az is elképzelhető, hogy dorbézoló fiatalok okozták a tüzet.
A korábbi hírekkel ellentétben mégis lesz csapvíz Szombaton, Szabadkán és Palicson, ugyanis a betervezett felújítási munkálatokat elhalasztják, közölte a Vízművek és Csatornázási KKV. A munkálatokat május 12-ére és 13-ára halasztották. A közvállalat a polgárok megértését kéri a megváltozott dátum miatt. Napokig élvezhető lesz majd a szép idő, május 1-én viszont sokak bánatára többnyire felhős lesz az égbolt, helyenként zápor is előfordulhat. Napközben 21 fok környékén alakul majd a csúcshőmérséklet. Május 2-án ismét előbújik a nap, és 23 fok lesz a várható maximum. Május 1-e közelettével mindenki abban bízik, hogy marad a napos idő. Az emberek többsége ugyanis erre a napra szabadtéri programot szervez. Nincs ez máshogy Palicson sem, ahol a Vidám Park lassan elkészül az odaérkező majálisozók számára. A palicsi tó mellett nagy a készülődés május 1-ére. A szervezők bíznak abban, hogy a szép idő kitart erre a napra. Előrejelzések szerint azonban csapadékra számíthatunk május 1-én. Mindenki, aki a szabadban tervez programot, készüljön fel erre az esetre is. Előrejelzések szerint a hétvégéig szép időre számíthatunk, csapadék csütörtökön, illetve pénteken valószínű, a hőmérséklet azonban nem csökken. A majálisozni vágyuk többsége azonban arra kíváncsi, milyen idő lesz hétfőn és kedden. Azonban a majálisozók nagy bánatára ezen a napon borús időre számíthatunk, helyenként záporral, zivatarral. Akik szabadtéri programot terveznek, jobban teszik, ha az esőre is felkészülnek. Május 2-án már ismét élvezhetjük a napsütést, helyenként felhős lesz az ég, de szerencsére folytatódik a tavaszias időjárás. A majális közelettével egyre több időt töltünk a szabadban, azonban körültekintőnek kell lennünk a fákon, bokrokon megbúvó élősködők miatt. Az apró kullancsok emberre és állatra egyaránt veszélyes kórokozókat hordozhatnak. Sokan úgy gondolják, hogy az apró állat csak az erdőben fordulhat elő, és saját udvarukban nem jelenthet veszélyt. Ez azonban nem így van. A vérszívó bárhol megjelenhet. Az erdőben nem megyünk. Erre még nincs. Úgyhogy, aki mén az erdőbe, az vigyázzon saját magára. Nem megyek sehová se. Az udvarban meg nincsen, legalábbis úgy gondolom, hogy nincsen. Dr. Nebojsa Bohucki epidemiológus elmondta, a kullancs ellen védekezni igen nehéz. Az erre a célra megvásárolható kullancsriasztó aeroszolokat ajánlja. Egyelőre oltást csak egy bizonyos kullancs által terjesztett kórokozóra fejlesztettek ki. Krpelyi sú paraziti, koji se hrani krvlju niza životinja, pa tako i sa čovjekovom krvlju. Ono što je značajno kada govorimo o ovim parazitima je to da ukoliko je krpelj zaražen nekim infektivnim agensom, u tom slučaju kada se hrani čovjekovom krvlju, može da zarazi i samog čovjeka. Znači sam ujed krpelja kao takav nije opasan, međutim samo onda je opasnost ukoliko je krpelj zaražen nekim infektivnim agensom. Az egyik kullancs által terjesztett betegség a Lyme-kór. A betegség tünetei levertség, láz és fejfájás. A vírus agyvelő és agyhártya gyulladást is okozhat. A védekezés nehéz, mert nincsen célzott gyógyszer vagy védőoltás. Szekeres Otto természetvédő szerint az embereknek meg kell tanulniuk, hogy hogyan kell védekezni. Úgy veszük észre, hogy az idei év az, ugye nyilván ez a hideg tél is valamilyen szinten negatívan hatott rájuk, illetőleg az utána lévő szárazság is. Tehát most valahogy, ahogy nedvesedett az idő, elkezdettek nedvesebb lenni a területek, így most már előfordul, de eddig alig találkoztunk kullanccsal a területen. A kullancs a napfénytől elzárt helyeket kedveli. Testünk átvizsgálása során az alsó végtagokat és a testhajlatokat különös gonddal kell áttekintenünk. Abban az esetben, ha bennünk van a kullancs, minél előbb forduljunk orvoshoz. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Donald Trump amerikai elnök új és erőteljesebb szankciókat vár el az ENSZ-től Észak-Koreával szemben. A szerbiai rádió és televízió Fúvós ötös együttese adott koncertet a zentai iskolásoknak.
Külpolitikával folytatjuk a híradót. Donald Trump amerikai elnök új és erőteljesebb szankciókat vár el az ENSZ-től Észak-Koreával szemben. Az elnök a Fehérház ovális irodájában fogadta a biztonsági tanács tagállamainak ENSZ nagyköveteit, és előttük fejtette ki álláspontját. Észak-Koreában a helyzet elfogadhatatlan, ez valódi fenyegetést jelent az egész világra, mondta. Majd kijelentette, a biztonsági tanácsnak készen kell állnia új és az eddigieknél erőteljesebb szankciók foganatosítására. Észak-Korea valóban probléma a világ számára, és ezt immár meg kell végre oldanunk. A Fehérház azt is bejelentette, szerdára különleges tanácskozásra a Fehérházba invitálták a szenátus valamennyi tagját, azaz 100 szenátort, hogy a katonai vezetők és a hírszerzés vezetői jelenlétében tájékoztassák őket az észak-koreai helyzetről. Átmenetileg lemondott pártja elnökségéről Marine Le Pen. A vasárnapi francia elnökválasztáson a második legtöbb szavazatot kapta, és ezzel bejutott a második fordulóba, amelyen már csak két jelölt verseng. Riválisa Emmanuel Macron, független centrista politikus. A jobboldali Le Pen már korábban is hangoztatta, hogy ő nem pártja elnökjelöltje, és az általa sürgetett intézkedések nem pártja programpontjai, hanem a sajátjai. Az elnökválasztás második fordulója május 7-én lesz. A vasárnapi első fordulón a francia belügyminisztérium hivatalos végeredménye szerint Emmanuel Macron végzett az első helyen a voksok 24,01%-ával. Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Front jelöltje pedig a második lett, a szavazatok 21,3%-ával. Hatalmas földrengés rázta meg Chilét, a 7,1-es erősségű földmozgás epicentruma alig volt messzebb, mint 22 km Valparaisótól a csendes óceánban, nagyjából 10 km a tengerszintje alatt. Eddig komolyabb károkról és áldozatokról nincsenek hírek, a környéket a rendőrség elővigyázatosságból kiürítette. Akik átélték, azt mesélik, hogy nagyon erős volt, de ugyanakkor nagyon rövid is. A földmozgások után nem olyan sokkal elterjedt, hogy cunami lesz, de egyetlen hullám volt, ami 15 cm-nél nagyobb, így a riadót törölték. Kihelyezett konzuli fogadónapot tartott Magyarország szabadkai főkonzulátusa Zentán immáron 25. alkalommal. Az érdeklődés továbbra is nagy, ma 125 fő adta át kérelmét a magyar állampolgárság megszerzésére. 2011. januárjától Vajdaságban közel 180 ezren kérték a magyar állampolgárságot, ebből Zentán 3406 kérelmet nyújtottak be. A legtöbben a gyermekeik miatt igénylik a magyar állampolgárságot. Lényegében a gyerekek véget szeretnénk átadni, mert az övéké még a jövő. Arra gondoltunk, hogy mivel nekünk lehet, hogy nincs akkora szükségünk rá, de ha a gyerekek lesznek, mivel dolgozunk a dolgozügyön, így szeretnénk, hogyha ők már mint magyar állampolgár születnének meg, és lehet, hogy az életben könnyebben fognak érvényesülni. Főleg a gyökerek iránti tisztelet, még a gyerekek iránti kötelességtudat miatt vettük fel. A konzulátus munkatársai júniusig tartanak kihelyezett konzuli fogadónapokat, utána szeptemberig csak Szabadkán, a főkonzulátuson fogadják a kérelmeket. Július-augusztusban nem lesznek kihelyezett konzuli fogadónapok, viszont a főkonzulátus kapuja továbbra is nyitva áll, tehát a nyáron, aki szeretné beadni a kérelmeket, a főkonzulátusra kell jönni, és szeptember elején úgy tűnik, hogy újra itt Zentán kezdjük meg a kihelyezett konzuli fogadónapok megszervezését. A fogadónapon elhangzott a külhoni magyar állampolgárok egyik fő kötelezettsége, hogy amennyiben változások lépnek fel az anyakönyvükben, azt jelentsék az illetékeseknek. A következő időszakban szorosabb együttműködés várható a Vajdasági Múzeum és a Magyarországi Szerb Intézet között. Az együttműködésről szóló szerződést ma délelőtt írták alá az intézmények vezetői Újvidéken. Az együttműködés első lépéseként a Vajdasági Múzeum számos tárgyat bocsájt a Szentendrei Ferenci Múzeum rendelkezésére, amely Szentendre egykori polgármestere Dumcsa Jenő halálának 100. évfordulója alkalmából szervez kiállítást. Dumcsáról annyit tudni kell, hogy nem csak a város kiemelkedő személyisége volt, hisz 30 évig volt a
település vezetője, hanem a hazai, a monarchiában élő szerbség egyik nagyon fontos vezetője volt ebben az időszakban, életének meghatározó szakaszában. Ezért nem csak számunkra, hanem úgy hiszem, hogy a szerb nemzet számára is egy kiemelkedő személyiség. A Vajdasági Múzeum és a Magyarországi Szerb Intézet között megkötött szerződés lehetővé teszi, hogy több közös ötletet, rendezvényt és kutatást tudjanak megvalósítani. A magyarországi szerbek néprajzának kutatása alapvetően a nem tárgyi örökségre koncentrált eddig, és a tárgyi örökség nagyon szétszórtan és hiányosan található meg, és nincs megfelelően feldolgozva, és ezen a helyzeten szeretnénk változtatni, és ebben kívánunk együttműködni a múzeum szakértőivel. Drágó Nyegován, a Vajdasági Múzeum igazgatója elmondta, fontos, hogy a Vajdasági Múzeum is hozzájáruljon a Magyarországon élő szerbek kulturális kincseinek tanulmányozásához és kiállításához. Naravno, radit ćemo i na etnografskim istraživanjima i naše odeljenje etnologije će u tome biti pri ruci Srbima, Mađarskoj, Srpskoj samoupravi, naravno institucijama koje tamo postoje. A közös kulturális örökségek felkutatása és megőrzése mindkét fél számára kulcsfontosságú feladat, hangzott el az eseményen. Az aláírt együttműködési szerződés számos új lehetőséget tartogat erre. A Szerbiai Rádió és Televízió Fúvós Ötös együttese adott koncertet az zentai iskolásoknak a Keddélben a Városi Hangversenyteremben. A klasszikus komoly zenei művek mellett ismert film és rajzfilm slágerek is felcsendültek. A jelenlévő kisiskolások figyelmesen hallgatták a koncertet, amelyet Dunja Petric, a rendezvény moderátora tett még érdekesebbé a zeneszámok közötti felkonferálásokkal. A tanulók számára nem voltak ismeretlenek sem a hangszerek, sem pedig az eljátszott művek. Azt szoktuk csinálni, hogy zenét hallgatunk, és ő megkérdezi tőlünk, hogy ki énekli, milyen fajta zene, és tulajdonképp így szoktuk foglalkozni komoly zenével, és én ezt nagyon kedvelem. A gyermekkoncert repertoáriában a klasszikus komoly zenei művek mellett helyet kaptak az ismert film és rajzfilm slágerek, mint például a Jégvarázs, a Simpson család, vagy a Harry Potter ismert dallamai is. Deca su naša nova publika i nadamo se da će ta deca kad odrastu nastaviti da dolaze na koncerte klasične muzike i to je uopšte cilj ovoga koncerta. A szervezők szívesen segítettek abban, hogy az ötös formáció minél közelebb kerüljön célja eléréséhez. Egy nagyon kellemes és hosszantartó levelezést folytattunk, amelyben megbeszéltük azt, hogy mennyire fontos a zenekultúrának a terjesztése, mind a fiatal korosztály, mind a felnőtt korosztály tekintetében. És tulajdonképpen ők kerestek meg bennünket zentán, viszont mi befogadó intézményként ebben jó lehetőséget láttunk arra, hogy megmozgassuk a zentai fiatalságot. A Fúvós Ötös tagjai már régóta együtt dolgoztak a Szerbiai Rádió és Televízió szimfonikus zenekarával, azonban a kvintett felállás két éve alakult a jobb együttműködés érdekében. Az együttes tagjai Anna Bogdanovics Rádics fuvolán, Ivana Dakics oboán, Vojislav Dukics klarinéton, Zorán Kocics fagoton, míg Sinisa Roknics kürtön játszik. Szerb párharcot rendeznek a Budapesten zajló férfi teniszbajnokság szerdai játéknapján, miután a zentai Győre László és honfitársa Viktor Troicki is nyerni tudott az első fordulóban. Győre 6-0 5-5-ös állást követően jutott tovább, miután orosz ellenfele Daniil Medvegyev feladta a küzdelmet, míg Troicki két sima szetben 6-1, 6-2-re verte a szintén orosz Evgenyi Donszkojt. Győre és Troicki mérkőzése szerda délelőtt 10 órakor kezdődik. És a híradó végéhez értünk, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer. Az illetékesek is megerősítették, 6 lakás építését tervezik migráns családoknak Szabadkán. A szerb miniszterelnök tartós gazdasági növekedést ígért 2017-re. A ludasiak újra felépítik a felgyújtott Szalmabábúta faluban. Mindjárt itt a majál is, az időjárás azonban nem biztos, hogy kegyes lesz.
Köszönjük figyelmüket, amennyiben még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonrtv.com-ra. Most következik a Forog a kamera, benne a Matuska című dokumentumfilm Szász Csongor rendezésében. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, szép estét kívánok, viszontlátásra!